Palotaváros lelkes kertészei péntektől egy 4 négyzetméteres tárolóban tarthatják eszközeiket. Az épületet a Kertbarát Egyesület szerette volna már régóta megépíteni, és idén a Gaja Környezetvédő Egyesület által létrejöhetett a régi kívánság. Erre tárolóra lényegében azért volt szükség, mert a szerszámok mindig kint voltak télen, ugye el kellett takargatni őket, hogy ne ázzon meg, és mindig kint voltak tárolva. És azért gondoltuk, ha van ilyen lehetőségünk, hogy egy ilyen kisebb tárolott szerszámos, hogyha nekünk megajándékoznak vele. A közösségi kertet 2013-ban hozták létre Viza Attila területi képviselő kezdeményezésére. A megépítésben a Gaja Környezetvédő Egyesület is aktívan részt vett, és ahogy tudják, támogatják a kertbarátokat a mai napig. Tavasszal érkezett hozzánk a kérés a közösségi kerttől. Mi is alapító tagjai vagyunk. Most tevőlegesen már nem veszünk részt, mint egyesület a kertművelésben. Ugyanakkor nagyon szívesen segítünk. Rendelkezésünkre állt a forrás is az Arkonik Alapítvány pályázatából. Így tulajdonképpen most arra valósult meg. Kicsit visszavetette az elnökünknek, Varga Gábornak a halála, de ezzel együtt is azt gondolom, hogy jókor valósult meg, jól fogják tudni használni. Az épület átadását kenyérlángos piknikkel ünnepelték meg, amit az ott található kemencébe sütöttek ki a palotavárosi kert belátogatóknak.